császár és királyi hadi tengrészet zászlója 1786-os megalakulása óta a piros-fehér-piros -piros lobogó volt, az Ausztriai Ház címerével kiegészítve. Ez a kiegyezés után sem változott. 1915. október 11-én Ferenc József császár a következő hadi és hajóhat parancsot adta ki. A színek alkalmazása tekintetében változatlan tengrészeti lobogón az Ausztriai Ház címere és pajzsa mellett az ősi, magyar, vörös-fehér címer ábrázoltassék. Legyenek ezek a rendelkezések a legtávolabbi időkig élő tanújelei, a monarchia összes népei áldozatkészen, örömest együttműködő erejének, amely olyan nemesen nyilatkozik meg hadseregemnek és hajórajomnak a jelen háborúban véghez vitt győzelmes hőstetteiben. A zászlóhoz és tengerészeti lobogóhoz szóljon mindenkor a harcfiak megújuló hőséges hogy egyesült erővel fogják védelmezni és sziklasziráldal megoltalmazni Ausztria-Magyarországnak házammal való kapcsolatát. A mostani zászlók, amelyek tanúi hadseregem sokszorta bevált katonai edényeinek, ezredeiknél maradnak, és az újakkal csak a felmerülő szükséghez képest fognak pótoltatni. Meglévő zászlószalagok ajánlásuknak megfelelő használatban maradnak. Az új vezérzászlókat elkészítésük után használni kell. A haditengerészet egy még meghatározandó napon, ugyanabban az órában felvonja a lobogót, amely átveszi hajórajon minden dicsőséges hagyományát. Az ezek alapján szükségesek végrehajtásával hadügyminiszteremet és haditengerészeten parancsnokát bízom meg. Ahogy az a császár parancsában is le volt írva, az új zászlót a háború miatt nem alkalmazták. Nem sokkal később azonban egy új címert is terveztek, melyet az uralkodó 1916. június 11-i rendelete határozott meg. Ez az osztrák-magyar monarchia horvát színekkel bővített közös kis címerének horgonyra helyezett változata. Jobb oldalon az osztrák kis címer, bal oldalon a horváttal bővített magyar kis címer. Középen a két szélsőt, mint egy összefogva, az aranygyapjas rendel övezett Habsburg-Lotaringiai címer. A három címer pajzsot alulról átölelő, lebegő szalagon a birodalom jelmondata. Indivisibiliter ac inseparabiliter, azaz oszthatatlan és elválaszthatatlan. Mivel az új lobogó és címer bevezetését a háború utára halasztották, azokat a hajókon nem alkalmazták, a haditengerészeti légierőnél azonban igen. A József Mikül által tervezett, három motoros, G-jelzésű csónakrepülőgépek több példányának a vezérsíkjára is felfestették, mind az új lobogót és a címert is. De az 1916. szeptember 13-án landolás közben összetört, K-163-as repülőgép roncsáról készült fotón is jól kivehető a gép vezérsíkján az új címer. Ugyan a császár és királyi haditengerészet közel 104 évvel ezelőtt megszűnt, a hagyományőrző szervezetek még ma is használják a jelképeit. Azonban az 1915-ös lobogó még a magyar szervezeteknél sem népszerű. Tudtommal csak a már megszűnt császár és királyi Dunaflotilla hagyományőrző egyesület használta azt az általa szervezett rendezvényeken. Azt hiszem, sokak örömére szolgálna, ha más hagyományőrző szervezetek is követnék a példájukat. Őrizzük meg ezt a lobogót is az utókornak.